Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kjolcsen. Majdnem két hónapot gyakoroltunk együtt már, és nagyon jó látni azt, hogy milyen atmoszférában mennyire összekovácsolódottan vagyunk együtt. Érdekes az, amikor sok mestert hallgatsz, és nem akar összeállni. Aztán kialakul valahogy egy belső hierarchia, és anélkül, hogy ítéletalkotó lennél, Mégiscsak lesz egy alfa hagyomány és egy elsődleges tanító. És amikor ez elkezd belül egyfajta vertikalitást fölvenni, akkor tudod, hogy mi az alfa hagyomány és ki az alfa tanító. És erre szükséged van mindenkinek. Ha nem, akkor egy ilyen kutyulmány lesz az egészből, és még hogyha tapasztalod is a tiszta tudat valamilyen szintjét, nem tudod használni. Hát amennyire szeretitek az interjút, nagyon. Pontosan annyira kínos az, amikor illúzióvesztés útján tanulunk. Bejössz, és a vége mindig az, hogy nem tudod. Mindig. Akármilyen piruettet írsz le, vagy szálltó, vagy e, dupla axel, de a végén nem tudod. És egy idő után megszokod, hogy ez a nem tudom, ez nem egy rossz dolog. Hanem valahol az intuíciónak a kezdete. Hát először ismeret hiányként éled meg. Utána megéled egyfajta gondolkodásmentes állapotként, aztán nyugalomként, aztán energiaként, és hogyha egy kritikus tömeget ez elér, akkor kisimul valami, és intuícióként is tud működni. Nagyon sokszor megkérdeztem magamat, hogy, hogy miért ez? Tehát lehetne más is. Miért ez? És az egyetlen egy válasz az volt, hogy igazából válsághelyzetben ez segített. Tehát itt most nagyon sokféleképpen lehet tanulmányozni a zent, gyakorolni a meditációt, de ha válsághelyzetben nem segít, akkor valójában csak tiszteletköröket tettél, vagy jól érezted magad. De valójában mélyre nem ment. A virtuális válsághelyzetek. A kemény, de javítható problémák azok az interjú szobában fordulnak elő, úgy hívják őket, hogy zen kohanok. És van olyan ember köztetek, aki hónapok óta küzd egy kohannal. És nézd meg, hogy a hozzáállásod hogy változik. A bevezetőben hallhattad azt, hogy hát ha más nem, akkor a hozzáállásom változik a karmámhoz. Én még nem olyan sokat, a karmám még ugyanott kemény és lágy, ahol eddig, de legalább a hozzáállás megváltozott. ez nem kevés. Ha nem változik meg a hozzáállás, akkor nem tudsz elindulni a nemes nyolcrétű ösvényen, amely a szenvedésből kivezető út. És a hozzáállás az dönti el, hogy végül is egy egofalat e magad előtt, vagy pedig tiszta, tükörszerű, térszerű tudattal törekszel élni. Ez a hozzáállás kérdése hogy növeled a dualitásokat és az arra alapozódó szenvedést, vagy pedig nem. Esetleg harmonizálod a dualitásokat, vagy csökkented. Ha teremted őket, akkor milyeneket teremtesz? Polaritások nélkül nem tudunk élni. De ha túl sok a konfliktus, akkor elfogy az erőnk, elmegy a remény, nincs hit, elfogy a szeretet, és a konfliktusoknak a malomkövek között egyszerűen el tudunk kopni. És ez nagyon más, mint az úton való haladás. Néha azt érezheted, hogy egy taposó malomban vagy, és körbe-körbe mész, naponta fölkelsz, dolgozol, eszel, pihensz, megint dolgozol, alszol, stb. És az egésznek nincs értelme. Onnan tudod, hogy kimondod valamelyik barátodnak, hogy egyszer úgyis meghalunk, kit érdekel. Na, akkor tudod, hogy valami hiányzik hiányzik az életed általad kitűzött célja, általad meglátott értelme. Ha az illúzió vesztésnek van értelme, akkor az az, hogy ezt megtaláld, megtaláld a célját, ki tud tűzni, hogy mit akarsz, és láss értelmet az egészben, mert ha te nem teszed meg, akkor ezt más valaki majd igyekszik helyetted. És akkor a benned lévő vákum, amely nem egyenlő a nagy ürességgel, az hiány, azt a vákumot majd betölti valaki betölti valaki a véleményeivel, a nézeteivel, az akaratával, és mivel neked nem volt sajátod, ezért más átvette feletted a vezetést. Úgy, erre kell vigyázni, hogy valójában kinek a lován ülsz, kinek a dalát énekled. Ez egy ázsiai kérdés, és jó, hogyha belül ezen gondolkodsz egy kicsikét. És ahogy nyugaton elmondhatjuk, hogy más tollával ne ékeskedj, keleten azt mondják, hogy ne lőj a másik ember íjával. A gyakorlat azt jelenti, hogy megtaláljuk az egyenes utat. Belül is, kívül is. És akkor megszűnik az az érzet, hogy körbe-körbe mész, és nincs értelme, nincs jelentése. És szétaprózódunk ilyen kis nullákra, meg egyekre, és egyszer csak ilyen homokvihar, és elmegy az egész. Kinek van kérdése? Minden üres, és eredetileg semmi sincs, akkor mit lehet komolyan venni? Ha minden üres, akkor nem értettem, amit mondtál. Ha eredetileg semmi sincs, akkor nem tudtad ki sem mondani. Nézzük meg, hogy a hatodik pátriákkal miért mondta ezt. Az akkori különleges költemények, azok négy sorosak voltak, és a zenben mindig a megvilágosodott tudat minőségét igyekeztek ezzel magasra emelni. És itt is megvolt, hogy az első mondatnak milyennek kellett lenni a második, a harmadik, a negyedik, ez egyfajta konvenció volt. Ha kontextusából kiveszed, akkor óriási a veszélye a félreértésnek. Tehát a hatodik pátriárka a saját költeményét, ahol ez a harmadik sor, Senszió a szerzetes vezető költeményére válaszképpen íratta föl a Kolostor falára. Senszió költeménye így szólt, a test a bóthi fája, a tudata tiszta tükör álványa, tisztis, tisztíts, tisztítsd, ne hagyd, hogy por rakódjék reája. Ez így rímelt. Akkor is. Ezt amikor meglátta a népség és katonaság, akkor mindenki tapsolt. Meglátta ezt az ötödik pátriárka, és nem szólt semmit, visszament a szobájába. Ekkor a hatodik pátriárka, aki akkor még csak hengja volt, tehát aspiráns, szerzetes növendék, és írás tudatlan, megkérte az egyik idősebb szerzetest, hogy írja fel az ő válaszát, és megrőkönyödve fogadták, hogy micsoda, ha megérni se tudsz, alig jöttél ide pár hónapja, vagy itt mit akarsz. És akkor Noheng azt mondta, hogy kérlek, idősebb testvérem, az ötödik pátriárka jelzése mindenkinek szólt, úgy érzem, hogy lehetőségem van, erre kérlek, segíts. És a hatodik pátriárka, azaz Huineng négy sora így szólt. A bóthinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs álványa, eredetileg semmi sincs, hol a por. Így már egy kicsit más. Ha az intellektus kiragadja ezeket az egymondatosokat a szövegkörnyezetből, akkor ugye a lényeglátás szentséges feladatát végre akarjuk hajtani, és elképesztően veszélyes konklúziókat tudunk gyártani. Itt nyugaton a nihilizmus az egyik legveszélyesebb. A pozitivizmus ugyanolyan veszélyes, csak másképp hűít meg. Amikor az van, hogy eredetileg semmi sincs, akkor ne feledd, hogy eredetileg akkor ez a mondat sincs akkor megszabadultál a nagy dilemmától. Mi marad? Ez. Tehát ha ez semmi, akkor hibáztál, ha valami, akkor is hibáztál. Hát azért vágjuk el a gondolkodást, hogy az elme ne akarjon semmiféle fogalommal azonosulni. A semmivel se azonosulj, és a valamivel se azonosulj és ekkor megnyílik a kapu igazi önvalónk tapasztalata felé, amely nem tudható, csak tapasztalható. Magyarul, ha tudsz valamit, akkor az már a tudatod terméke, de nem az eredeti tudat. Kimondott, hogy üresség, mellette megjelenik a teltség, mint ellentét. Viszont a hatodik pátriák a költeménye is négy sebből vérzik, mert négy soros, és egy bizonyos számú koan átvitele után az lesz a feladatod, hogy ugyanúgy írj négy sort a hatodik pátriárka költeményére, ahogy ő megtette Shen költeményére. Tehát itt van tovább is. Elég erősen. Úgyhogy kívánom, hogy érdel azt a pontot, amikor azt mondhatom neked, hogy Brigi, nagyon örülök, hogy átvitted ezt és ezt a koant, de utána most a hatodik pátriárka költeménye következik ahol meg kell ütnöd mind a négy sort a sajátoddal. És ezt is meg kell tudni ütni, hogy eredetileg semmi sincs. Itt vagyunk ugye két hónapja. Az az ok, amiért idejöttem, tehát azok a szenvedések, fájdalmak, stb., ami idehozott, az úgy mostanra így elkopott bennem, tehát így jól érzem magam. Jó dolgoztál, valami csak sikerült. Igen, viszont ez, ez okozott egy ilyen motivációs problémát. Tehát, hogy nem azért jöttem, hogy jól érezzem magam, és így egyre nehezebbek a napok. hogy... Azért az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján én nem utasítanám el, hogyha te az zen közben jól tudod érezni magadat, maradj meg ebben az állapotban, de nyitottan. Azt szoktad mondani, hogy kis szenvedés, kis hajtóerő, nagy szenvedés, nagy hajtóerő. Igen, ez. És így hogy van. ez a kis, kis szenvedés, kis hajtóerőbe vagyok most. Nézd, hogyha a saját szenvedésed az egyetlen egy üzemanyag, akkor nem kerülheted el az újabb, nagyobb szenvedés megjelentét. Ha mások szenvedése is kellő motiváció tud lenni, akkor viszont végtelenre vagy töltve. 8 milliárd embernek a szenvedése az annyira exponenciálisan növekszik, hogy elég csak kitekinteni az út túloldalára, hogy a szomszédjaink hogyan élnek, mit csinálnak, mit nem csinálnak, rajtuk ki fog segíteni. Tehát a saját szenvedésnek elég hamar vége kell, hogy legyen. Hogy ilyen hamar, annak én örülök. Van, aki ilyen tovább tart. De előbb-utóbb elfogy. És nagyon-nagyon súlyos az, amikor valakinek újabb hibát kell vétenie, újabb szenvedést kell legyártania ahhoz, hogy motivált legyen. És halljuk be, van, amikor így működünk. Mások szenvedése nem hat meg, nem érdekel. Oldja meg. Ez nem így van. A karmáját nem veheted el, de az utat megmutathatod, segítheted, helyette nem oldhatod meg, és ezt hívják Bóti Szatvának. Aki segít, más lényt az úthoz elvezeti, hogy rálépjen az útra. Úgyhogy itt a lehetőség. A négy nemes igazsággal, meg a saját párnán eltöltött időmmel kapcsolatban ennek kérdésem, mégpedig az, hogy kicsit lebutítva, az életben van szenvedés, ennek a szenvedésnek van oka, ennek a megszüntetésének van útja, és kezdj el az úton járni. Hogyha én most ezt alkalmaznám a párnán tapasztaltak után, akkor már nem lennék itt. Mi itt a helyes hozzáállás ezzel kapcsolatban, hogyha minden szenvedést azon nyomban elvágnánk, akkor nem -e akadályozna az minket abba, hogy meg tudjuk előzni a következő szenvedéseket. El tudsz vágni minden szenvedést rögtön? Nem próbáltam még. Akkor miért beszélsz a problémáról? Hiszen az még nem létezik. Tehát elméleti a probléma, nem tudsz elvágni minden szenvedést. Egy pillanat alatt. Egy nagyon komoly motivációt fogok neked adni. A négy nemes igazság 2500 éve létezik. A te párnán töltött időd ennél kevesebb. Akkor itt a lehetőség. Köszönöm. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, a múltkor nyolc napot töltöttem csak itt, utána, amikor kimentem az első úton, amit rögtön egy boltba vezetett, Hát nem volt egy kellemes érzés. Valahogy olyan nagyon zajos volt, olyan kiábrándító, hogy nem is tudom. Akkor a maszk mellé füldugót is kell viselni. És igazán ott az jutott eszembe, hogy akik hosszabb távon beköltöztek ide, azok hónapok után. Mikor kimennek azok? azok hogy, hogy lehetséges vagy? Hát akik több időt töltenek itt, ők gyakrabban mennek boltba. Meg kell szokni azt, hogy néha visszatérsz a mozdulatlanba a nem keletkezőbe és nem szűnőbe, és itt vagy, és ez meg természetszerűen lecsökkenti az inger küszöbödet. És kint érzékenyebb leszel, de erősebb is, hogyha tovább csinálod. Tehát enélkül az érzékenység nélkül nem tudna a tudatod működése újabb és újabb hullámsávokat megnyitni. Nem tudnál többet látni, érzékelni. És az érzékenység, az alapérzékenység, érzékenység az ennek a kapuja. Aki elképesztően erős, de korlátolt, ott te mondhatsz bármit, ő a korlátai között erősen, jól és elégedetten ott van. És az érzékszervhez kötött lét nem probléma. Aki érzékeny vagy túlérzékeny, annak baja van az érzékszervi élettel, a felfogással, mert nem bírja ki túl erős, túl kellemetlen, sokkoló. Az a hang, ami másnak természetes, neked fájdalmas. És akkor meg akarod ismerni, hogy mi az, ami benned ezt érzi. És ezáltal megerősödhetsz, sőt, erősebb lehetsz, mint aki soha nem tréningezett. És olyan hangokat is meghallhatsz az érzékenység miatt, amelyeket más, a túlerős, de korlátolt tudat nem. Teljesen normális, hogy egy elvonuláson csend van, és ebben a csendben egy csomó minden kinyílik bennünk. Én emlékszem, hogy az első 90 napos után nem akartam lemenni a zen templom épületéből, a zen központ épületébe. A különbség kb. 300-400 méter volt, és 20 decibel. Tehát olyan zaj volt a Sanga hétvégén, olyan 60-70 ember jött össze, teljesen normális hangerővel beszéltek egy nagy étkezőben. Hát már ott teljesen elgurult a gyógyszer, ahogy ettek. Hát olyan hangosan ettek, hogy ez borzasztó volt. És nem figyeltek oda, és csámcsoktak, és lejtettek különböző dolgokat, és utána ez a teljesen jelentés nélküli... Ugye? Ismerős. Az azt jelenti, hogy jól gyakorolsz. De hogyha beleragadsz ebbe a különbségtételbe, akkor viszont elkezdte traumatizálni a valóság, amelyre ilyen módon a gyakorlat által nyíltál rá. És akkor a gyakorlatot fogod felelőssé tenni. És ez hiba. Tehát a kórházat ne azonosítsuk a betegséggel. Az autód nem a szervizben romlott el, stb. 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 Ezért mindig, amikor a tudatban valamilyen hiány vagy felesleg van, azt a helyesen végzett meditáció kiegyensúlyozza. A hiányt betölti, a felesleget leveszi. Ezt hívják középútnak. És azért is jó, hogy visszajöttél, mert nagyon másképp léptél be másodszor, mint először, és mindegyik rendben van. Én emlékszem arra a Józsira, aki először megjelent itt, és nyolc napon belül gyógyult. De vannak olyan sebek, amelyek nyolc napon túlgyógyulóak, és ezt már tudod. És azért is jó, hogy másodszor is itt vagy. De egy teljesen másképp, azt nem csak én tudom, azt más is tudja, és te is érzed. Úgyhogy jó, hogy itt vagy. Többször megtapasztaltam az életemben azt, illetve nem is megtapasztaltam, én elértem azt a az állapotot, hogy az akkora erőm meghaladta a testem tűrőképességeit. Igen. <laughs> Tehát korábban edzésben olyan szinten átléptem a határaimat, hogy vagy sérülésekhez vezetett, vagy olyan szintű elfáradáshoz, hogy utána kb. napokig használhatatlan voltam, vagy, vagy pedig hosszú távon meg kiégéshez. Most pedig ezt arra szeretném ráirányítani ezt a kérdést, hogy az ülésben e, megjelenő zsibbadás és egyéb fájdalmak, hogy ezeket mennyire fontos e, tehát kezelni, mondjuk egy lábfelemeléssel, vagy inkább toljam végig, és lesz, mi lesz. És Neked fontos exigen. a lábfelemelés két okból is, mert a harcos énség az ilyenkor meghajlik és kompromisszumot köt, hogy itt nincs győzelem, itt fel kell menni a lábad, kész. És akkor nem fogod szétszakítani az inszalagodat, nem fogod túlülni, és a többi. Megtanulsz helyesen kompromisszumot kötni, ami ilyen karma mellett nem utolsó dolog, és a tudat fókuszát megtartva, a jelenlétet megtartva, a darmateremben maradva, megtanulsz győzni. Megtanulsz győzni a tudatodnak azon mozdulata fölött, hogy ki akarsz innen menni, hogy eleged van, hogy kiégtél. Valójában a zenben nem kell akarni semmit, csak jelen kell lenni. A nyugat fordítva csinálja, mindent akar, és egyszerre, de nincs jelen. Jelen kell lenni, nem akarját te semmit. Maradj a pillanatban, csicseregnek a madarak, olvad a hó. Ennyi történt. Na ezt kibírni, ez egy nagyon nagy dolog. Ezt szoktam úgy hívni, hogy akarat akaratvektor. Tehát, hogy nem akarsz semmit, de itt vagy a középpontban. Itt vagy a pillanatban. És akkor a karmád elkezd természetes módon tisztulni. Ha akarsz valamit, akár a mozdulatlan, harcias szamurájülést, akár a tökéletesen tiszta tudatot, ez az akarat fogja meggörbíteni a teret és összetörni a tükröt, mikor? Amikor kifogysz az energiából. Ne akar semmit, de légy jelen. És akkor a karmád nem fog elvinni innen. És nem fog a térded ugye, hősi eposzt írni arról, hogy milyen buta voltál. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az öngyilkosságról mit tudnál mondani, hogy milyen karmikus következménye lehetnek? foglalkoztat téged? Igen, mert az egyik barátom egy gyilkos lett. Hát egyrészt részvétel, másrészt pedig meg kell látni, hogy az inkarnáció befejeződötte, vagy sem. És ha befejeződött, akkor akárhogy látja a környezet, az embernek mennie kell. A legtöbb esetben nem így van. Mikor fejeződött be? Akkor, amikor végstádiumos rákbetegség van, halálos, felgyógyulhatatlan kór van, és akkor még mindig a gépek és az egyebek életben tartják az embert, de ez már a rendszer, ez az infrastruktúra, ez nem ő. Ilyenkor joga van azt mondani, hogy köszönöm, elég volt, és húzzátok ki a dugókat. Ezt öngyilkosságnak mondhatja a környezet, de valójában nem az, hanem az illető önrendelkezése a saját élete és halála fölött úgy, hogy befejezte. Van viszont, és az a többség sajnos az öngyilkossági kísérleteknél, hogy nem fejezte be, hogy ott van előtte az élet, félben, harmadban, egészben, és egy probléma miatt, egy megoldhatatlannak látszó helyzet miatt, a szenvedés miatt, mert föl akarja adni, vagy mert bűntudata van, és gyűlöli magát, vagy a világot változatos okokból kifolyólag, azt a téves nézetet teszi magáévá, hogy a halál megoldás. Mivel azt gondolja, hogy ha elvágja a test és a lélek közötti kapcsolatot, megszűnik az érzékelés, mert ugye a járművet kirúgtuk magunk akkor ezzel a problémák is megszűnnek. És ez a súlyos téves nézet az oka ennek. És ez nem így van. Azzal, hogy a testet büntetem meg a lélek problémájáért, ez az első nagy hiba, azért, mert a vezető, a sofőr zavarban van, azért nem a járművet kell felrobbantani. Ez az első. A másik, hogy elképesztő habitust teremt a következő életre. Mert megcsinálta. És nagyon sok erőfeszítés betelik, amíg leszokik róla, hogy hasonló mértékű vagy minőségű válsághelyzetben ne az öngyilkosságot válassza, mert a tudattalanyában ott van a ciklus, mert megcsinálta. Nagyon-nagyon hosszú idő alatt lehet följönni az önbizalomnak arra a fokára, amikor elvállalod a karmádat ismét százszerzalékosan, és van egy olyasféle önbizalmad, amely kizárja azt, hogy te elvágd a kapcsolatot test és lélek között a szenvedésed miatt, vagy mások szenvedése miatt. És amikor megszületünk, akkor az életet elkezdjük, és illik végigvinni és befejezni a magunk és mások szempontjából egyaránt ha feladod, azzal másokra is rettenetes negatív hatást gyakorolsz. koreai popsztárok rendszeresen öngyilkosok lesznek 20 és 26 év között, amikor olyan elképesztő figyelem, meg igény, meg egyéb megy feléjük, akkor napi több ezer kommentet kapnak, vagy egy idő után nem kapnak, attól függ, melyik fázisban vannak, és akkor az a baj. És a barátaik is sajnos mennek velük. Hát egy magával ránt egy csomót, és ez borzasztó. És mihelyt rájött arra, hogy a születéssel teremtett karmát csak is született állapotban lehet módosítani, újra teremteni, megtisztítani, eltörölni, abban a pillanatban értelmét látta az életnek, mert ha egy csavarkulcsa te meghúztál egy 32-es anyát, akkor egy ugyanolyan csavarkulcsa tudod csak kilazítani. Ez a berendezés, a szem, fül, orr, nyelv, test, értelem, érzelem, ez az a berendezés, amivel teremtjük a karmát. És csak egy ugyanilyen berendezéssel tudsz ezen bármit módosítani. Pró vagy kontra. Több kell, megteremted. Kevesebb kell, eltörlöd. Soha ne mond egy öngyilkossági hajlamúnak, hogy tedd meg, vagy ne tedd meg. Mind a kettő hiba láttatni kell a gyökerét a problémának. Honnan jön ez a kétségbeesés, ez a feladás, ez a vágy, hogy szűnjön ő meg. Ha belátja, hogy az aktussal nemhogy nem szűnik meg, hanem a következő létében még rosszabb lesz a helyzet, és megint csak ki kell javítani a problémát, már a további teherrel a vállán, akkor nem fogja megcsinálni. Még akkor sem, hogyha nem hisz a reinkarnációban, mert hát nem várhatod el, hogy ezt elhiggye. Nagyon sokféle módon lehet őket motiválni, és a külföldi volt tanítványom az annyira eltökélt volt, hogy meg kellett neki mondanom, hogy jó, látom, hogy eltökélt vagy, és meg fogod tenni, elhiszem. De előtte illik elköszönni. Biztos vannak, akiket szeretsz. Volt, azt mondja, volt, csak. Így ez az élet neki nem kellett. Legyél elköszönni tőlük, és írjál levelet nekik. Elmondattam vele, hogy kik legyenek azok, szerencsére hosszú volt a lista, és azt mondta, hogy jó, akkor megírja. Nem szólja, amikor kész van. Ha akarod, meg is mutathatod, hogy én is tanuljak belőle. És két hét múlva felhívott, hogy hát nem tudta megírni őket. És hogy inkább nem. Ott ez Jó? Egyéb elég hamar, amikor önvizsgálatba kezdtem, és kutakodtam az interneten, találkoztam a dopamin kifejezéssel, amivel elég nagyon sok mindent magyaráznak. Kíváncsi lennék rá a véleményedre, hogy amikor a viselkedésünk az biológiai, és leesik a dopamin szint, és az vált ki belőlünk olyan gondolatokat, vagy pedig inkább mi teremtsük. A dopamin az egy jutalmazó hormon. A kérdéset hallattán nem nőtt a dopamin szintem. Én itt megálltam. Magyarul az ember jutalmazásra vágyik, az egyik jele, hogy ilyen fantasztikus hormon folyadékban úszik az agyának a nagy része, és hogyha dopamin függő lesz az ember, akkor ugye rövidre zárja az élvezetet azzal, hogy mindenféle feladat vállalása nélkül ez így beadja magának azt a szert, amitől a dopamin szint növekszik. Ez a rövid zárat lesz a függőség. Szenvedélybetegség. Ha megdolgozol az örömért, az rendben van. Mert utána megint meg kell dolgozni ért? és a ciklus teljes lesz. De hogyha rövidre zárod, és csak az öröm kell, és az érte munka, erőfeszítés, egyebek nem, akkor ez a rövid zárlat teljesen meg tudja ölni az embert. Erre kell vigyázni. Dopami mindenkiben van, és mindenki valamilyen mértékben függ tőle, de nem mindegy, hogy milyen áron, és hogy mennyire függ tőle. A legjobb barátomnak úgy született kisfia, hogy központi idegrendszere nem működik, tehát se pupilla reflex, se garat reflex, de gyakorlatilag gépek tartják életben. Az orvostudomány vélhetően pár évig képes ezt a homeosztázt és fenntartani. Megvan a lehetőségük a szülőknek, hogy hazavigyék. És ez lenne a kérdésem, hogy mi a helyes? Nem tudom megmondani. Azt hiszem, hogy tudatlan tanító legyen a talpán, amelyik erre igent vagy nemet mond. Ez a szülők dolga és a gyerek dolga. Hármuknak kell ezt nagyon jól tudni, hármuknak kell nagyon jól egymás lelkét érezni, hogy ennek a gyereknek most éppen mi jó többet szerintem felelősen nem lehet erről állítani. Hogyan tudnék gyökeret verni? Legyél fa. Én... A fa nagyon jó a gyökérverésben, több 100 millió éve csinálják. Tehát nézzél ki egy szimpatikus fát, és meg kell tanulni tőle gyökeret verni. Lehet, hogy csemeteként kell kezdeni. De ő meg magon labdával, öntöztesd magad, tápoldat, napfény, csak a gyökérverés nagyon jó pont ez volt ez a kérdésem, hogy, hogy mond Magonc koromban fiatalon ez nagyon előrendített, hogy 18 évesen a honvágy elindított a világba, és emiatt be, el, rengeteg helyre eljutottam, rengeteg extrém sportot ki tudtam próbálni, hogy mert sehol nem éreztem magam otthon, és mindenhol otthon kerestem. A Winx is kipróbáltad? Azt még nem. Látod? Azt még nem. Azt én sem. Egészen komoly az a határ, amíg az ember el tud menni az extrémben, nem csak a sportban, másban is, amíg vissza nem jön, és gyökeret nem akar verni. Ne akarja gyökeret verni, legyél jelen. És hogyha olyanod van, akkor mozdulj, ha nem, akkor nem mozdulj. De az ember nem olyan, hogy a talpából ilyen kis rostok belemennek a földbe, és ott marad. A tudatnak a gyökere ebben a pillanatban van. A tudatosság és az éberség rost nélküli gyökerekből táplálkozik és ehhez kell az a fajta gyakorlat, hogy ha mozdulsz, akkor tudd, hogy miért és merre. Egyébként tudj mozdulatlan maradni, hogy mások szele ne fújja a vitorládat. A gyökérverés ebből a szempontból inkább egy elköteleződés. Lojalitás vagy kitartás valaki mellett, esetleg valami mellett. De amit kihallok belőled, az az, hogy az emberi kapcsolat, és végre ugye föl kell nőni annyira, hogy egy elkötelezett, kölcsönösen Jövőbe mutató kapcsolatot, ugye, elvállalj? Pont ezzel, ezzel Pont kapcsolatos ez... a kérdés. Na hát. Hogy ez a kapcsolat megvan. Nem. Ez megvan. És a kapcsolat Nagyon magját, jó. hogy elvessük, úgy érzem, hogy ezt csak megkínálni valahol? Nem. Na? Együtt kell menni. Utazó baba. Az egy következő lépés. <laughs> együtt kell menni és együtt kell megállni. Közös gyökerek közös dinamika, közös mozgás, közös csend. És az úgy jó. Köszönöm. Szívesen. A mantrámmal kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy nagyon sokszor elkalandozok, és nagyon nehezen tudok visszatérni hozzá. Te is? Én is. Ahogy az évek telnek, egyre jobb lesz a barátság a mantra és köztet. De hogyha az elme termék az beleszól, akkor a kis határidő naplódat, meg teendő listádat fogod pörgetni, meg a személyes névjegyek rolodexét. Ezt meg kell adni a világban jelenlévő és működő elmének. Nincs ez semmi baj, csak egyre jobban kivonod az energiát belőle úgy, hogy nem mész ellene. És akkor eltelik egy nap, két nap, három nap, és egyre tisztább a mantrád, mert nem fogadsz hívásokat, és nem is indítasz, nem nézel e-maileket, nem olvasol híreket, és akkor az elme tevékenysége szépen lassan úgy elcsendesül. De amíg nem, addig ez van. Addig mindig a fontosságom magához rántja az éberségemet, és akkor állandóan csinálom a kis belső dolgaimat, és nincsen vele semmi probléma, csak tudjuk, hogy akkor még messze vagyunk a tiszta, mozdulatlan tükrű tótól, amelyben az egek, a fűszfa és a madarak úgy tükröződnek, ahogy ők vannak. Ilyenkor még az nincs meg. De nem baj, arra felé megyünk. Csak Igen, nem szabad az a a baj, Hogy e-mailt se kell hozzánéznem, tehát hogy tudok itt annyi munkát teremteni magamnak, hogy van, mint gondolkodni. Igen, csak a munkát itt szerencsére nem te teremted, azt megteremti a helyzet, és amit munkát kapsz, csak azt kell megcsinálni. És az összes többi marad az elvonulás utánra. Most nem véletlen kaptál tőle ilyen kreatív feladatokat, mert a tetvágy az gyakorlatilag így, mint a hagymáról a héj így hámlik lefele. Nagyon komolyan látszik, hogy neked most, most ez, ez jó. Megcsinálod, sikerelmény, ide tartozás, tettél valami jót, és már is jobban ősz. Ez, ez, fantasztikus jó. Amikor uh, Koreába értünk, 94. október-novemberében, én novemberben érkeztem, hirtelen olyan 8-10 nyugati szerzetes érkezett két-két és fél hónap alatt. Nagyon sok, és maradtunk is. Három-öt több évet. És a vezérek, amerikai zenmester és talamester úgy megkérdezgették Szungszán Szunyimot, hogy hát akkor jött ez a Szunyim, meg az a Szunyim, hát akkor most akkor hogy legyen, mit tanítsunk nekik azért. Tudták, hogy az öregtől három mondat, és az évekre elég. És amikor rám került a sor, én évek múlva tudtam meg, hogy az öreg mit mondott, azt mondta, adjatok neki munkát. Jó sok munkát. Természetesen a legjobbat mondta. Az nagyon ritka, hogy a megérkezésem másodnapján, még kise aludtam az időkülönbséget, magyarul jetleget, már az öregnek a hátsó kertkapuját csináltam fából. Szép kétszárnyas, gyönyörű fa ajtót, amire a koreák csinálták meg a különleges kilincset, de egyébként mindent én. Miért? Mert az előző nyarat azt éppen ács mesterséggel, ács szolgálatában töltöttem, mint ilyen kis inos, és benne volt a kezemben, a fejemben, a szívemben, és az öreg felkérte az éppen működő szerzetesek között, hogy kiért hozzá. Hát kell önbizalom kellett hozzá, de két hétig csak azon dolgoztam, és ez volt a belépő. És közben a mindennapi gyakorlat, utána jött az elvonulás, ott moktakoltam, az volt a dolgom, meg oltártakarítottam, takarítottam, és örültem minden egyes mozdulatnak, ami munka volt, elvégeztem, sikerült, eredményes volt, megköszönték, és az olyan jól esett. napig. A munka az a mozgásos zen, a teljesítmény zen, a kreatív zen, és meg lehet benne egyrészt tapasztalod magadat, meg azt is, hogy milyen érzelmekkel csinálod. Hogy a munkából te mit akarsz kinyerni, mit akarsz beletenni. Úgyhogy nagyon nagy gyakorlatám ez. És egyszer a legnagyobb munka, hogy ne dolgozz. Üljél mozdulatlanul, és belül ne dolgozz. Miért? Mert utána jobban dolgozol. nekem a legnagyobb paradoxon az volt, hogy a nem tudhatót így tapasztalták sokan, nagyon sokan, még többen, és a tanítókra ránéztem, és tök intelligensek voltak, és nem volt információhiány a fejükben. Most ez hogy van? Hogy tapasztalom a nem tudomot, meg nem gondolkodást, meg nem cselekvést, meg nem mozdulást, és ettől jobb lesz? Igen, jobb lesz. Nem tudjuk miért, jobb lesz. Úgyhogy, ha nem dolgozol, te akkor is dolgozol helyese az, hogyha meditáció közben mégiscsak valamiféle intuitív gondolkozással gondolkozom a mindennapi teendőkön és az élet dolgain, és nem csak a nem tudható tapasztalom. Intelligens gondolkodás, de az intuíció, az a gondolkodás meghaladó állapotból származik. A kettőt jó indulaton keverted, de nem keverhető. Nyugodtan tedd azt. És amikor eleged van, akkor nyugodtan tedd a memória fogásra és hagyd ott. És térje vissza, a nem tudomhoz. Köszönöm. Szívesen. Az intenzív hét elején javasoltad ezt az eszköztelen meditációt, és nagyon bevált egész hét, intenzív héten. De jó. Bele a jelenben, nagyon-nagyon nagyon, szóval. nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy gondoltam, hogy intenzív hét után dobom a mantrát meg a kérdést, és majd eszköztelenül ücsörök, és nem megy. Bizony. Befordultam a fal, fallal szembe, meg Megváltozott a környezet is. És, és is. megváltozott a tudat is, mert többet sétálunk, beszélgetünk, dolgozunk, stb. Igen, ilyenkor az eszköznek vissza kell jönnie, mert a karma megjelenik. De ahogy azt mondtam az intenzív elején, az eszköz néha akadály. És ezért kell tudni letenni, és amit az eszköz által megtapasztalsz, mint jelenlét, az eszköztelenül is kell, hogy létezzen. Ha megtapasztalsz testben egy olyan tudatállapotot, amely nem ragaszkodik semmihez, nem kötődik semmihez, nem azonosul semmivel, esélyes, hogy testen kívül is meg tudod tartani. Tehát akkor nem baj, vagy nem cél az, hogy mindig tudjam eszköztelenül csinálni? Nem, csak az intenzív hét alatt. Ja. De annyira jó volt, hogy én szeretném. Na, az már baj. Az már baj. Ha kell eszköz, légy szerény és használd. Ha nem kell eszköz, légy szerény, és ne használd. Én is élek meg fájdalmakat a meditáció során, és ö, nem tudom pontosan, hogy ö, el tudnád de mondani, hogy mi a helyes testtartás. A hasamban azt érzem, hogy ö, feszülök. Tehát, hogy a levegővételem nem teljesen szabadon megy. Az a nem a testtartásod hibája. Sportember vagy, a testtartásod teljesen jó. Viszont az érzelmeid elképesztően be vannak szorítva ide a szívcsakrába, mint egy láthatatlan ilyen hordó ráf, ami így ráfeszül az egészre, és ez nem a testtartás függvénye. Jól ősz, nincs az a baj. De minden energiád itt van fönt, és az értelmet pedig megfogja. Mert egyelőre így véded magadat, és részben a környezetedet is. Na most az, hogy ez a ráf lemenjen, ez az elképesztően szorító érzés lemenjen, ehhez mantrapraxis és leborulás kell. Ez a kérdés nem elég. Tehát, hogyha ilyen triatlonokat meg tudsz csinálni, akkor napi 600 leborulást is. Csak nem annyira érdekfeszítő. Egy idő után azért rájössz, hogy mire jó. Akik rendszeresen leborulnak, azok úgy érzik, hogy nem semmi. Ted. És Conszenbossal mantra. Miért? Mert a Conszenbossal ez egy ilyen kis lágy, nem túl jelentős, kis mantrának tűnik, olyan, mint a neutrino, mindenen átmegy. Mindenen. Az összes akadályon átmegy. Annyira átmos, átitat és fellazít, hogy uh, én a gyakorlatom kezdetén nem értettem, hogy miért ezt a jellegtelen, hatástalan valamit éneklik. Aztán egy pár év alatt rájön az ember, hogy hála a jó Istennek, hogy ez van hogy a Kwan-Szen-Bo-Szám mantra, mint az együttérzésnek ez a láthatatlan, testetlen, fantasztikusan könnyed, de mindent átható energiája, ez van, és ugye ezzel tudunk dolgozni, és ezeket a szuper kemény karmákat meg tudjuk vele olvasztani. Kwan-Szen-Bo-Szám mantra. Plusz leborulás, és akkor megy. Köszönöm. Még kiegészíthetem? Igen, de csak akkor, hogyha nem sajnálod önmagadat. Rendben. Jó. Uh... Azáltal, hogy a szervezetemet túlterheltem, úgy érzem, hogy mentálisan is nehezebb. Fordítva. Először pszichus túlterhelés jött, azt még akkor sikerült alá nyomnod, az egy olyan motivációvá változott, hogy te fizikailag is terheld magadat azért, hogy nehogy a tudatfelszín fölé jöjjön, test túlterhelődik, azt már nem tudod figyelmen kívül hagyni vagy elnyomni. És úgy tűnik, hogy hát úristen, túlterheltem a testemet. Nem, először az elmét terhelte túl, utána jött az elfolytás, aztán a szomatizálás mozgás által, és utána pedig nem tudod már figyelmen kívül hagyni, megszűnik a mozgás, mert a test kimerül, vagy beteg lesz, és akkor a karma egy ezerszeres erővel jön a tudatfelszín fölé. Nem sajnálom magam. Nagyon jó. Akkor felnősz. Kitűnő. -e? Köszönöm. Egyéb kérdés? A leborulásoknak az intenzitását tökféleképpen láttam itt a leborulóktól. Az lenne a kérdés, hogy az jó, amikor izzadt, vagy. Ha nyáron ez biztos, anélkül nem megy. De egy lélegzet le, kilegzés, egy lélegzet föl belégzés. Ez önszabályzó. De tudom ezt lassan is csinálni. De nem kell lassan. De túl gyorsan se. Tehát az, amikor egy mély légzésre le tudsz menni, és egy mély légzésre fel tudsz jönni, ez azt jelenti, hogy egy 108-as, olyan 12-13 perc alatt csinálsz meg. Ez jó. Az nem túl gyors, és nem túl lassú. A cél az, hogy a mozgás a tudatot teljesen idehozza ebbe a pillanatba, megtisztítsa, és energetikailag pedig ezt a mikrokozmikus energiakört a megfelelő irányban szépen áramoltassa, hogy előlapon le, hátlapon föl. Ezt egy pár év alatt vettük észre, hogy ez valójában micsoda, a kóriak ezt nem tudják. De a taoista gyakorlók, meg az engyakorlók egy ők tudják. Jógik, joginik is tudják, amikor azt mondjuk, hogy ászana és pránájáma, hát egy-két ászanából és pránajámából össze lehet rakni a leborulást. Hatalmas. De olyan hatása van, hogy nagyon. Hát amikor a csí vagy prána lefelé áramlik, akkor a karmád a felső csakrákban elkezd megkönnyebbedni, mert nem töltött túl energiával a már túltöltött információt. Olyan tudattartalmak vannak, olyan torlódás van a felső csakrákban, ha azokra még ráteszel egy lapáttal, hát sok. Kimerültség, kiégés, egyebek. Ha kiveszed az energiát belőle, az info is előbb-utóbb elmegy, és akkor kitisztulsz. Nem hiány lesz, nem megsemmisülés lesz, nem zavar lesz, tisztulás lesz, honnan tudod, nő az energiaszinted. És ha nő az energiaszinted, és a tudat közben tiszta, akkor valamit jól csináltál. Ha úgy nő az energiaszint, hogy a tudat közben beszennyeződik, szétesik, szétrepül, akkor valamit rosszul csináltál. Úgyhogy a leborulás, ha tényleg megfelelő a motiváció, megfelelő a végrehajtás, akkor nagyon-nagyon jó hatással tud lenni, Szungszánszanyomot egyszer megkérték, hogy mondja el, hogy mi a leborulás működése és értelme, és a következő mondat hangzott el, a karmádat hátrahagyod, te és az univerzum egyé váltok. Kész. Minden más csak részlet. A jó vezető valójában nem saját elképzeléseit és akaratát érvényesíti a, a többieken, hanem lényegében szolgálja őket a, a saját maga tisztánlátásával és helyzetelő ismerésével, és megteszi azt, amire azt a rendezést mondjuk, vagy szervezést, amire adott esetben szükség van. Ez a második természetesen megerősítendő, de lábjegyzettel. Ha csak az emberek karmáját szolgálod ki, akkor a tetszésükre ohajtasz működni. És ezt a vezetettek rútó kihasználják. És ez nem jó. Egy adott csoport, egy közösség valamilyen célból gyűlik össze. És itt igaz az, hogy ezt a célt szolgáljuk mindannyian, vezető és vezetettek egyaránt. És ez a szolgálat az, ami összetart minket, a közös cél és az a fajta közös törvény, amit követünk. De nem lehet az emberek karmáját kiszolgálni. Nem lehet a tetszésükre tenni úgy, hogy veled mindig egyetértsenek és téged mindig szeressenek. De az meg nagyon gyorsan megmutatkozik, ha csak a vezető saját akarata és nézetvilága érvényesül, akkor fordulnak el tőle igazán az emberek. A Tao Te Kingben a vezetésről egy passzus szól, négy mondat. A legjobb vezető az, akit nem vesznek észre. A második az, akitől félnek. A harmadik az, akit szeretnek. A negyedik, a legrosszabb, akit megvetnek. Na Most nincs olyan vezető, aki tisztán egyik vagy másik típusba tartozna. Tehát bizonyos emberek téged nem vesznek észre, mások félnek tőled, páran szeretnek, és lehet, hogy van, aki megvet. És mindenki, aki vezető pozícióban van, a családfőtől kezdve a munkacsoportig, a munkahelyig, a gyárig, a bármiig, ahol te egy csoporttal dolgozol, hogy ezt a négyféle alapreakciót fogod megkapni. És nézd meg, hogy ennek mi az aránya. Ha túl sokan félnek tőled, és túl sokan vetnek meg, akkor azon változtatni kell. Hogyha túl sokan szeretnek, azon is. De nem úgy, hogy az előző kettőbe visszacsúsznak. És a legnehezebb a vezető számára a helyes megoldás után hátralépni. Hogy ne akarjon még többet abból. Ne akarjon még jobb vezető lenni, ne akarjon újból bizonyítani, hanem a csoportot tegye úgy önműködővé, hogy rá már ne legyen szükség. Az emberek autonómiája és együttműködése elérjen egy olyan fokot, ahol ő már csak, mint egy tag van jelen, még mindig vezető, de mint vezetői szerep már nincs rá szükség. Nem kell kinyilvánítani az akaratát, az elképzelését, nem kell direktívákat adni, nem kell emlékeztetni az embereket arra, hogy miért vannak ott és mi a feladatuk, mert ez már megy. Ezért magasabb szintű annál, mint hogy ugye félnek tőle vagy szeressék. Kérdezték tőlem, hogy miért van a szeretet vezető a félt vezető alatt. Ha egy vezetőt túl sokan szeretnek, akkor ott valamilyen komoly manipuláció van. Mert nem természetes, hogy egy vezetőt te csak úgy szeres. Nincs miért. A helyes viszonyulás az az, hogy együtt dolgozunk, mindenki teszi a dolgát, van tisztelet, van odafordulás, minden van, de az, hogy én így szeressem a vezetőt, mit szeressek benne? Ha szeretek valamit benne, az nem a vezetői dolgai miatt vannak, hanem mondjuk az emberi dolgai miatt. Tehát az embert kelljen szeretni, de a vezetőt, mint szerepet, minek? sokkal böcsületesebb az, hogyha látod, hogy milyen elmaradásaid vannak, hol vagy te számon kérhető, és ott félsz. Mindaddig, amíg föl nem számolod ezt a sebezhetőséget. És ez egy keményebb viszony, de böcsületesebb és egyenesebb viszony, mint hogyha a vezető arra törekszik állandóan, hogy őt a nép szeresse. Már akkor olyan műveletek kerülnek sorra, amelyek csak ennek a szeretetnek a begyűjtésére Generálására irányulnak. Ez általában önsorsrontás a csoport és a vezető részére egyaránt hosszú távon. Erre kell nagyon vigyázni. És nézd meg azt, hogy valójában milyen hatással vagy a csoportra. Nem a saját elgondolásod szerint, hanem ahogy tényleg működik a közösség. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek a véleménye igaz. Az érzéseiket az emberek nem fogják elrejteni. A szavaik nagyon sokszor mások. De az ok és okozat törvénye, amilyen mélységesen intelligens, annyira nem személyfüggő, nem véleményfüggő, nem attól függ, hogy ki mit gondol róla. Tehát, ha jól csináljuk, akkor ez a közösség jól működik, még úgy is, hogy a vezetőket néha nem szeretik. Nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy mindenki tegye a dolgát, és hogyha tényleg jól csináljuk, akkor egy spontán közös szeretet mező ki tud alakulni. Ezt tapasztaltuk. De az egyirányú vezető szeretés az mesterséges, nem természetes, és mondom, hosszú távon teljesen kontraproduktív. A vezetőnek a megvetése ugyanolyan kontraproduktív, mert akkor nem fogadják el, ugye, amit csinál. Tehát észnek kell lenni nagyon, hogy milyen instrukciókat adunk, mi magunk hogyan követjük ezeket, mennyire vagyunk következetesek, és mennyire nézzük az alanyt, az embert, és mennyire nézzük a tárgyat, a teljesítményt. Ha a vezető túlságosan tárgycentrikus, vagy teljesítményorientált, akkor az emberek gépnek érzik magukat a kezze alatt, és nem fogják szeretni az egészet. Ha túlságosan alanyorientált, akkor a szubjektumra fókuszál, és akkor az emberek azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak. Mert a vezetőnek az kell, hogy ők jól érezzék magukat, és ugye viszont szeressék. A kettő együtt kell. Tehát azt, hogy egy emberi közelítés, de feladatorientált is legyen, különben nem jutunk egyről a kettőre. És a vezetőnek az a tiszta tudat, hogy pontosan átérzi a vezetetteknek a tudatállapotát, de kész meghaladni és meghaladtatni azt az állapotot, amiben vagyunk. Mert különben nem jutunk előre. Úgyhogy ez egy pillanatról pillanatra változó, de a mély, de a nagyon egyszerű feladat. És ezt azt hiszem, hogy közös erőfeszítéssel jól tudjuk végezni. A kóriai zentermekben mindenki valamilyen feladatnak a feje. Tehát nem csak egy zenmester van, azt mindenki ott követi, hanem van teamester, házmester, étekmester, takarításmester, valaki, aki buddha természettel rendelkezik, a mesterséggel is rendelkezik, és ezért minden szerzetes valaminek a mestere. Mi ezt itthon másképp fordítjuk, hogy házfőnök, vagy konyhafőnök, de ez az a felelősség, amit ugye vezetői szinten viselünk, és ezért nem szólunk bele például a konyhafőnök dolgába. A házmester szét van osztva több személyre. De a maga posztján mindenki teljes szabadsággal és felelősséggel bír azért, hogy szolgálhassa a közös célt abból a nézőpontból, abból a kapacitásból, amilyen neki van. És akkor el tudjuk végezni a feladatot közösen. Nagyon erős tanítás volt, köszönöm. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy azt vettem észre, hogy gyakorlatilag senkire nincs rászólva, vagy figyelmeztetve, vagy javasolva neki akár valami. Tehát, hogy nagyon sokáig elnézik e, itt mindenki, hogyha a másik hibázik. Ha Ez nem... egy szükségszerű beépített tolerancia azért, hogy hát, ha ráébred, hát, ha felismeri a saját két szemével, meghallja a két fülével, hogy most csend van, és egyedülő beszél. Ez van egy jó darabig, de utána, Javítás van. Adjuk meg a lehetőséget. Uh -huh. Tehát nem gép, nem robot, nem tökéletességet várunk el, de az, hogy előbb-utóbb javítson, azt igen, joggal, mert különben dezintegrálódik az egész. És a javítás nagyrészt úgy történik, hogy ne szégyenüljön meg az illető a közösség előtt. Tehát akkor félrehívom és négy szem közt. Vagy hat szem közt, ha már valaki próbálta javítani ha valakit megsértett, akkor ugye egy az egyben kell velük beszélni. Vezetett beszélgetés, békéltetés, ilyenek. Úgyhogy ennek a kommunikációnak is megvan a maga fortéja, mert akármilyen furcsa, de egy közösség egyénekből tevődik össze. Az egyén tulajdonságokból tevődik össze. A tulajdonságok megnyilvánulásokból tevődnek össze. És hogyha az egyikre túl nagy súlyt helyezek, vagy az egyént megszégyenítem a közösség előtt, akkor mindenki megszégyenül. És ezt nem lehet. Tehát a hibát úgy kell javítani, hogy közben motivációt kapjon a helyes cselekvésre, a helyes beszédre, a helyes gondolkodásra. De az elkerülhetetlen, hogy az addigi fixa ideákat, téves nézeteket, azokat javítsuk. Azokat ki kell javítani, még akkor is, hogyha ez rossz érzés. De azt hittem, hogy hogy, azt közben dehogy. Na de ezt kibírjuk. És most van szerepe a szeretet kapcsolatnak, amely ilyenkor nem is vevődik észre. A motorolajat se veszed észre futás közben, tudod, hogy ott van, de azt nem látod. De az, hogy milyen érzelem térben, milyen atmoszférában működünk együtt, az nagyon fontos. Úgyhogy hibát sokféleképpen lehet elkövetni és javítani. De hogyha egy alapvetően együttérző hozzáállás nincs meg, akkor az egésznek semmi értelme nincs. Ha viszont valaki ki akarja használni az együttérző hozzáállást, az viszont a vastagabbik végét fogja az embotnak megtapasztalni, vagy a csukpinak. Mert ez is nagyon nyilvánvaló, hogyha valaki arra játszik, hogy ó, hát itt lágynak kell lenni, ó, hát ezt nem is mondhatja meg, ó, hát ha észreveszi, akkor se kell csinálnom semmit. Miért? Mert olyan együttérző. Ez bullshit. És akkor, ha ezt látja a vezet, akkor joggal lesz keményebb, mert a lágyabb az nem használt. A volt egy ilyen hasonlata, hogy milyen tanítvány akarsz lenni. Milyen ló. A jó ló az a gazdag gondolatát is érzi. A másik ló a mozdulatát, a harmadik a szavát, na a negyedik az ütését, és a legbutább pedig ugye, csak a sarkantyúját. Milyen ló akarsz lenni? Ezzel kapcsolatban megkérdezhetem, hogy mondjuk egy házmesternek vagy egy konyhafőnöknek kapcsolatban, akkor az vissza rájuk nézve ez a karmikus tanításuk, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy rám a te szabad nem vonatkozik, és nem, nem érdek, nem fogadják meg, nem követik a formát. Vagy, vagy inkább ez egy út, ami fejlődik egy ilyen vezető, hogy már pedig el kell odaérni, és, és valamit hatni kell a szemére. Mindkettő. Mindkettő, mert a karmáról szóló tanítás, ez kimeríthetetlen, de az, aki így beszél mondjuk egy fejebb valóval, az megnyitotta magát egy nagyon világos tanítás előtt, amit nem kerülhet el. Miért? Mert véleményt nyilvánított, szíve joga. De akkor meg kell ismerni, hogy valójában milyen helyzetben van, mi a helyes kapcsolat, és mi a helyes működés, és akkor vissza kell menni az alapokig, hogy valójában miért van itt és mit vállalt. És hogyha tényleg azért van itt, amire ezt az egészet kitaláltuk és megépítettük, ha fenn akarja tartani a működését, akkor változtatni kell a hozzáállásán. Ha nem, akkor nyugodtan mehet. Tehát a tanítás az ez, és nem csak az, hogy Úristen, nem engedelmeskedik a beosztottam, szenvedek. Ez nem így megy. Valami nem világos. Lehet, hogy nem ismerte föl jól a helyzetet, és azt hiszi, hogy egy wellness centerben van. Hát nem. Vagy úgy, hogy egyenlősdi van, és akkor a kapcsolatot nem ismeri föl helyesen. Én egyenlő vagyok mindenki mással. Ez nem így van. A buddha természetünk, azt mondhatjuk egyenlőnek, de valójában ez az az állapot, ahol megszűnik az azonos és a különböző. Az igaz természetünk tapasztalata. Minden más karmikusan az különböző. És a hierarchia nagyon világos, és azt hiszem, hogy működik annyira jól, hogy átláthasd. A hierarchia működésnek az első problémája az, amikor átláthatatlanná válik. És hogyha a kapcsolat letisztul, akkor a működés is, mert nem tesz se többet, se kevesebbet, se jobban, se rosszabbul, mint ami a dolga. Hogy valójában meg kell nézni, hogy honnan jött ez a nagyon-nagyon élesnek tűnök jelentés. Meg kell ülni, megbeszélni, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, együttműködés. Ha pipa, összes zöld lámpa, akkor mehetünk tovább. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogy néz ki egy koan praxis, vagy na, mantra praxis ö, leborulással kint életbe. Per pillanat kétszer ötven percet ülök reggel este. Ez bővítenem kéne? Szerinted? Igen, határozottan. Ez olyan, mint egy magyar mondat. Rengeteg bővítményt elvisel, és mindig pont van a végén. Tehát. Ezt úgy kell tudnod csinálni, hogy leborulás reggel, mantraéneklés, hogyha elviseli a környezet hangosan, hanem akkor mormolva, és utána ülés. Ha az ötven sok, akkor lehet negyven is. De a leborulás az kell. Külön mantrapraxis is kell. És este nem muszáj leborulni, ha nem tudnál tőle elaludni, nekem sose volt ezzel problémám, de azért a napnak a salakját nagyon jó kiviszi az, az egy ciklus. Köszönöm. Szívesen. Megköszönöm mindegyik kötöknek azt a nagyon jó gyakorlatot és helyes hozzáállást, amivel ezt a ritritet csináljuk. Kívánom, hogy a meditációs műhelyek, amelyeken részt vettetek korábban, mindenki számára egy elvonulással terebélyesedjenek, és a darma tapasztalata így teljessé váljon. Ezáltal letisztulhatunk, és megszabadíthatunk nagyon sok lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is.